Átadom neked ezt a mai alkalmat. Áraxét, érint meg a szíveket. Segíts nekünk, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket. Atyám, az internet hallgatóság között is köszönöm, hogy kiárad a Szent Szellem. Megérinti a szíveket. Köszönöm a kijelentéseknek szellemét, Uram, hogy felfeded a Te igazságaidat a mi szemeink előtt. Megnyitod a szíveink szemeit, hogy láthassunk téged. Magasztalom, 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 magasztalom. Áldott légy, Uram, áldott légy. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagytok. Ha győzitek, akkor ölelgessétek meg a szomszédaitokat. Örülünk, hogy mind itt vagytok. Halleluja. Köszönjük a dicséretet. Jó az Úr. Halleluja. Áldott vagy. Halleluja. Van néhány bejelenteni való, amit szeretnék megemlíteni. És pedig, hogy lesz megint néhány evangelizáció. Halleluja! Készülünk. Azok, akik ott szoktatok lenni ezeken a gym alkalmakon, tudjátok, hogy milyen csodálatos dolgok történnek, és hát igazából nagyon-nagyon jó dolog ott lenni, részt venni ebbe, tudjuk, hogy jutalmat kapunk, ugyanakkor lehetőség ez a vetésre, hogy egyáltalán, hogy elmegyünk, az idő, a pénz, az energia, és ezekért tudjátok, hogy a százszoros jutalom jár, mert nincs senki, aki elhagyta apját, anyját, feleségét, gyermekeit, szántóföldjeit, én érettem is az evangéliumért, aki száz annyit ne venne még ebben az életben. Halleluja! Jó az Úr. Úgyhogy most például március 15-én, szombaton, ilyenkor március 15-én tudjátok, hogy mindig pásztorkonferencia szokott lenni. Most úgy volt, hogy imakör lesz, ilyen országos imakör, de nem csak imakör lesz, hanem ilyen ima és pásztor alkalom lesz, hogy a Jim mondta, hogy nyugodtan jöjjenek a pásztorok, de igazából bárki jöhet, mert most ez egy ilyen nyitott imakör, nem tudom pontosan, hogy fog alakulni, mindenki jöhet. Március 22-én meg nem megy sehova a gym pásztor. Halleluja. Az azt jelenti, hogy régóta szerettük volna ezt a zsíros kenyérpartit megtartani, de mindig volt szolgálat, ami elsőbséget élvezett, és így március 22-én, ez egy szombati nap, mivel nincsen semmi, ezért itt a klubban azok, akik szeretnének, összejövünk, nem lesz semmi kötött program, nem lesz semmi előre megtervezett dolog azon túl, hogy hozunk kenyeret, meg libazsírt, meg hagymát, és fogunk egy-egy zsíros kenyerezni, lehet beszélgetni. Úgy hiszem, hogy azt hozta az Úr a szívemre, hogy már reggel 10-től lehessen jönni, aki akar, ha valaki lustálkodni akar, és később akar jönni, akkor később jön, de már 10 órától itt leszünk, és addig, ameddig jól érezzük itt magunkat együtt, addig itt leszünk, aztán kész, úgyhogy ha szíveteken van, szeretnétek csak ugye kicsit együtt lenni, beszélgetni, kérdezni, akármi, akkor készüljetek erre a 22-ére, ami nem sokára itt van, akkor lesz itt a Mennyország klubja is, bárkit szívesen látunk. Március 29-én szombaton 15 órától meg Orosházára megy a gym, úgyhogy oda is, akik szeretnének menni, akkor ide is készülhetünk, itt is egy nagyszerű alkalom lesz, 30-án pedig vasárnap 3 órától Répcelakra megy, és április 5-én szombaton megint 10 óra 30-tól imakör lesz. Egyelőre ennyi, ami ilyen evangelizáció, amit beszerettem volna jelenteni. Emlékeztek, hogy már nem tudom, hogy egy hete, vagy két hete, vagy hány hete volt az, amikor előszólítottunk egy porszívót a szolgálatokkal együtt, meg minden, megjött, dicsőség Istennek. Nagyon tetszik nekem ez az ige, hogy az Úrnak szüksége van rá. Ezen az igén álltunk, ez alapján kértük. Nem, szerintem egy hét telt el körülbelül, múlt héten volt ez, és egy nagyon jó porszívót kaptunk, nem újat, használtat, egyik testvérünk ajánlotta fel, de nagyon-nagyon-nagyon jó, gyönyörűen jó a szívja, és nekünk erre van szükségünk. Áldott legyen az Úr, megáldjuk ezt a vetést is, az összes többi vetést, aki támogatja ezt a szolgálatot, az Úr munkáját, és tudjátok, hogy mi jutott eszembe, hogy azt mondja az ige, hogy az Úrnak szüksége van ránk, mert mi vagyunk az ő testemben, és ha ő valamit akar cselekedni itt a Földön,
akkor ezt az ő testén keresztül fogja tudni kivitelezni. Ő a fej, ő adja a parancsokat, ő adja az utasítást, ő mutatja, hogy mit, hogyan, és nekünk kell ezt végrehajtani. Halleluja! Ha olyan helyzetben vagyunk, hogy nem vagyunk eléggé áldottak például anyagilag, hogy megtegyük azt, amit az Úr mutat nekünk, akkor ez egy szerencsétlen helyzet, egy kicsit olyan, mint amikor a Krisztusnak a teste béna lenne, hogy ő kiadná az utasítást, hogy mit tegyen meg a test, csak hogy ez a test nem tudja megtenni, mert képtelen arra, hogy ezt megtegye. És tudjátok, mit bátorítani akarlak, hogyha bármilyen területén az életedben szükséged van valamire, akkor használd ezt az igét, hogy az Úrnak szüksége van rá. Melyik ez az ige? Amikor Jézus kiküldte a tanítványokat, hogy menjenek a következő faluba, bocsánat, és ott találnak majd egy útelágazásnál egy vadonatúj Mercedes-t, vagyis egy szamarat, és kössék azt el, nem hogy lopják el, csak oldják el, és hozzák el, és ha valaki megkérdezi, hogy hé, mit csináltok, nem a tiétek az a szamár, akkor annyit mondjatok csak, hogy az Úrnak van szüksége rá. Így jött be a mikrobuszunk, így jött be a porszívó, és így fog még nagyon sok minden bejönni hozzánk. És azt hiszem, hogy az Úr hozta fel, hogy igen, de mi van, amikor egy gyülekezeti tag, egy egyszerű gyülekezeti tag, aki mit tudom én, van valamilyen szüksége, ami egy ideje már úgy zavarja őt, és emiatt nem teljes az öröme, nyugodtan használhatod ezt az igét, mert ha neked szükséged van rá, és te a Krisztus testéhez tartozol, akkor az Úrnak van szüksége rá. Amen. Hogyha neked nincs elég pénzed arra, hogy megfelelően tudjál öltözködni, vagy hogy elég és megfelelő minőségű ételt tudjál venni, vagy hogy időben ki tud fizetni a számláidat, szükséged van több anyagi áldásra, akkor az Úrnak van szüksége anyagi áldásra, hiszen te az ő teste vagy. Amen. Te a Krisztus testéhez tartozol, úgyhogy nyugodtan használd ezt az igét, hogy az Úrnak van szüksége rá. Úgyhogy ördög, ezt el kell engedned magának, az Úrnak van erre szüksége. Ha emlékeztek, hogy a Kenneth Hagin könyvekben, nem tudom, hogy mi van a mikrofonommal. Esetleg, Jani, egy kicsit visszább tudod húzni, légy szíves, a 6-os csatorna, azt hiszem, nagyon sziszegek, hogy a Kenneth Hagin könyvekben lehet ilyet olvasni, hogy köszönöm szépen, hogy Hagin-nek a gyülekezetében volt egy olyan gyülekezeti tag, akinek elég jó bevételei voltak, de megbetegedett, és szinte a halálán volt, és a Hagin úgy imádkozott, hogy Uram, ő nem halhat meg, szüksége van a gyülekezetnek rá. Ő nagyon komoly tizedeket fizet, és ha ő most elmegy, tudom, hogy hozzád megy, és tudom, hogy jó lesz neki, de nekünk szükségünk van rá. Ha nekünk szükségünk van rá, akkor neked is szükséged van rá. Uram, ő itt marad. Ő nem költözhet el, nem halhat meg, szükségünk van rá. Amen. Ha nekem szükségem van rá, Uram, akkor neked is szükséged van rá. Úgyhogy bátorítalak, hogy használjátok ezt az igét. Csodálatos, én nagyon bírom ezt az igét, hogy előszólítjuk, megvan. Nagyon-nagyon-nagyon hálás a szívem. Nem sokára, jövő héten elkészülnek ezek a Jézus kártyák, amiket azok a fiataloknak készítettünk, majd a jövő héten erről majd az Andus beszámol. Hálás a szívünk azért, hogy az internetrádió már elindult, már a múlt héten működött, ezen a héten is működik, most már egyre jobb lett egyébként, még a múlt héten külön kellett telefonra beírni, egy külön linkre kellett rámenni, ami telefonon tudott működni, meg a számítógépen máshogy, mert most ugyanazt az egy linket lehet használni, és mindenen lehet, mindenfajta platformon lehet ezt hallgatni, lehet követni. Dicsőség az Úrnak, és köszönjük azoknak, akik ebbe is részt vettek. Halleluja! Elkezdtünk, tudjátok, a szolgálatokról beszélni, tanulni, erről megújítani az elménket, és már vannak szolgálatok, akik jelentkeztek különböző feladatokra, különböző szolgálatokra, aminek nagyon örülök, és majd, ahogy az ige mondja, úgy fogjuk ezeket kezelni. Halleluja! És most egy kicsit szeretném, hogy tovább menjünk. Azt hiszem, hogy egy kicsit még azért ismételnünk kell, hogy mi az, amiket idáig megnéztünk, és majd új dolgokat is fogunk megnézni ezzel a szolgálattal kapcsolatban. Nem tudom, hogy van-e valaki, akit érdekel ez a dolog, hogy úgy szívesen hallgatod, hogy azt hiszem, hogy nagyon nagy elmebeli megújulásra van szükségünk, hogy ezeket megfelelőképpen lássuk, mert akkor leszünk igazán áldottak, akkor tud az Úr igazán használni, hogyha értjük azt, amit csinálunk, tudjuk, hogy mit miért teszünk, és biztosak vagyunk abban, hogy ezt Isten igéje mondja. Amen. Úgyhogy nem az én véleményemet akarom mondani, hanem azt, amit Isten igéje mond. Hányan tudjátok, hogy okos telefonra lehet letölteni bibliákat? Méghozzá elég sok fajta bibliát, és egyik jobb, mint a másik.
És van egy nagyon jó fajta Biblia fordítás, amihez nem olyan régen jutottam hozzá, ez valami nemzetközi bibliai ligának a fordítása, de van magyar nyelven is, és nagyon sok igét egész máshogy hoz. Úgyhogy azokat az igéket, amiket nézegettünk mostanig, ha megengeditek, akkor én most ez a fordítás szerint fogom felolvasni nektek. Úgyhogy ha itt a Bibliátok, akkor lapozzunk el a Galatákhoz írt levél 5. fejezetnek a 13-as versére. És akkor meg fogjuk ezt nézni. Akkor én egy kicsit máshogy fogom olvasni ezeket az igéket, mert itt máshogy szerepelnek. De azt hiszem, hogy ez nagyon nagy segítség lesz ahhoz, hogy jobban megértsük azt, hogy mit akar itt Isten igen mondani. Nyilván ez is egy fordítás, és nagyon jó a mi Bibliánk is, ez kiegészíti, azt már nagyon sokat hallottátok, ez egy picikét másabb lesz, jó? Tehát Galatákhoz írt levél 5. fejezet 13-as vers, és így szól. Testvéreim, Isten benneteket szabadságra hívott el, csak hogy ezt a szabadságot ne a régi emberi természet kívánságainak kielégítésére használjátok, hanem inkább szeretettel szolgáljatok egymásnak. Nagyon jó, nem? Még egyszer felolvasom. Testvéreim, Isten benneteket szabadságra hívott el. Csak hogy ezt a szabadságot ne a régi emberi természet kívánságainak kielégítésére használjátok, hanem inkább szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze, szeresd embertársadat, mint saját magadat. Halleluja! A másik ilyen igehelyünk, az pedig a Rómaiakhoz írt levél volt, ugye az egyik alapigénk, a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet, és az első versei voltak. Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet első versétől olvasom. Istennek irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen felajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek. Halleluja! Tehát azt mondja, hogy Istennek irántunk mutatott kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Halleluja! Ugye, hogy erről beszélünk, hogy szabadok vagyunk, de mire vagyunk szabadok? Ugye az előbb azt olvastuk, hogy ne a hústestünk kívánságainak a kielégítésére, hogy lehet ezt a szabadságot rosszul használni, amit kaptunk Istentől, hogy meg vagyunk szabadítva, hogy fájdalom nélkül nyugodtan tudjunk otthon tévét nézni. És élvezzük, hogy milyen jó, hogy nem fáj semmi, a számláim ki vannak fizetve, minden rendben van velem, de jó, most nézhetek tévét. A szívben van gyógyító kenet, köszönöm az Úrnak, itt lent a gerincben is gyógyító kenet volt, meg a jobb lábfejben, köszönjük az Úrnak. Szóval ugye nem arra lettünk megszabadítva, hogy ezt csak úgy mi élvezzük, és ez legyen az összes hasznunk belőle, hogy mi szabadok vagyunk, és azt tehetjük, amit igazából akarunk. Halleluja. Még sok igét megnéztünk. Itt, ami így a szolgálattal kapcsolatos volt, és az egyik dolog, amit megnéztünk, hogy mit is jelent a szolgálat. Csak úgy kérdeznék tőletek egy kicsit vissza, hogy lássuk, hogy ideig meddig jutottunk el, hogy mit jelent szolgálni? Mikor szolgáljuk Istent? Mert ugye mindannyian szeretjük szolgálni Istent, énekeltük ezt a gyönyörű dalt, hogy szolgálni vágyom én, de mit jelent ez, hogy szolgálni Istent? Bátra. Valamit teszünk Istenért. Például, mondjál egy-két példát. Na, nagyon jó. De mondhatsz nyugodtan egyet, majd marad még a többieknek is, ne félj. Például imádkozni betegekért, hogy meggyógyuljon. Nagyon jó, ez egy szolgálat, abszolút. Hirdetni Isten országát. Nagyon jó, így van. Ez is egy dolog, amit tudunk tenni Istenért, ami szolgálatnak minősül. Így van. Mondjatok még egy-két dolgot, hogy mivel tudjuk szolgálni Istent. Bátran. Bármi, nagyon sok minden elhangzott, úgyhogy bármit mondhattok, ami eszetekbe jut ebből. Mivel tudjuk szolgálni Istent? Hogy
Azért ismételem meg, mert a felvételen valószínűleg nem hallatszik, amit mondatok, tehát hogy az öt szolgálati ajándék egyikében szolgálni, vagy a dicsőítő szolgálatban lenni, ez egy szolgálat Istennek, igen? Például adakozással, ha adakozunk, akkor tudunk szolgálni, ezzel is szolgálunk Istennek, igen? Mondja nyugodtan. Abszolút, teljesen igaz. Ha szeretjük egymást, akkor szolgálunk Istennek. Abszolút, ez valóban az egyik legfontosabb. Még hogyan tudjuk szolgálni Istent idáig, mire jöttünk rá? Ez már nagyon sok mindent elmondtatok egyébként abból, amit így megnéztünk az igéből. Még hogyan tudom szolgálni Istent? Például van az az ige, amit az előbb felolvastunk. Nem tudom, hogy ha átjött ez, amit mond, hogy a romaiakhoz írt levélből, hogy azzal, hogy a testedet átadod Istennek, ez olyan, mint egy kellemes, tetsző, jó illatú áldozat, vagy józan szolgálat, vagy szellemi dicsőítés. Hogy arra használod a testedet, amire Isten akarja, és ez szolgálatnak hívja Isten. Amen. Hogy semmi különöset nem teszed, csak azt, amit Isten mindig mond neked. Ha éppen azt mondja, hogy most ölelj meg egy testvért, szolgálod Istent. Ha éppen arra indítja a szívedet, adakozzá, szolgálod Istent. Ha éppen ugye azt mondja az ige, hogy maradj békességben, egy olyan helyzetben vagy, hogy nyugodtan fölkaphatnád a vizet, és te béketűrő vagy. Semmi különöset nem teszel, ezzel szolgálod Istent. Amen. Ugye, hogy ezekkel tudjuk szolgálni Istent. Tehát az önmagában, hogy kaptuk ezt a testet. Hányan hiszitek, hogy ez ajándék? Amen. És hányan hiszitek, hogy még nagyobb ajándék, ha ezt a testet úgy tudjuk viselni, ahogy Isten akarja, egészségesen, épen. Amen. Amikor nem a kórházi ágyat nyomjuk, amikor nem műtétről műtétre járunk, hanem egészségesek vagyunk, ez megdicsőíti Isten. És hogyha kaptuk ezt az egészséges testet, vagy egy testet, amit Isten meggyógyít, mert ugye sokan vannak közöttünk, akiket Isten meggyógyított, úgy kerültek ide, és arra használjuk ezt a testet, amire Isten szeretné, ez egy szolgálat Istennek. Amen. Ezt értjük. Áldott legyen az Úr. Csak egy pillanatra lapozzunk el a rómaiakhoz írt levél, azt hiszem, hogy a 6. fejezetére. Most nem fogjuk olyan részletesen megnézni ezeket az igéket, mint korábban tettük, csak egy kis ismétlésképpen szeretném, hogyha megnéznénk rómaiakhoz írt levél 6. fejezet és a 11-es verstől olvassuk fel ezeket az igéket. A rómaiakhoz írt levél 6. fejezet 11-es versétől. Amikor ezt megértettem, nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehát így felszabadultam, és megértettem, hogy Isten igéje egyszerű, amen. Hiszitek, hogy amikor valaki Isten igéről beszél, és annyira bonyolult, és annyira összetett, hogy alig bírod követni, hogy most mit akar mondani, az leginkább azt jelenti, hogy az ember nem tudja, miről beszél, aki hirdeti az igét. Olvastátok ilyet az igébe, hogy nem tudják azt, amit nem értik azt, amit mondanak, amit hirdetnek, meg amit erősítgetnek, azt sem, hogy valamit erősítenek, de nem is tudják, hogy mit erősítenek, nem értik. Amikor valaki tudja, hogy miről beszél, mint például Jézus, hányan tudjátok, hogy Jézus nagyon egyszerűen tisztán tudott beszélni? Elmondott egy példázatot, nem értették. Jó, akkor elmagyarázta, hogy mi a mag, mi a föld, mi ez, mi az. Pontosan tudta, hogy miről beszél, és nem ködösen beszélt, nem zavarodottan beszélt, nem bonyolultan beszélt, hanem az egyszerű emberek is könnyen megérthették. És így kell nekünk is hirdetnünk az igét. Így szól a 11-es verstől. Ezenképpen tekintsétek magatokat úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Nem uralkodik tehát a bűn, ami halandó, nem uralkodik tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne is engedjetek annak az ő kívánságaiban. Valaki emlékszik, hogy a múlt héten mi volt, amit ezzel kapcsolatban megnéztünk? Hogy mit jelent ez, hogy nem uralkodik a bűn rajtunk? Bátran? Mondhatunk nemet, hogy nem vagyunk kötelesek megtenni azt, amit felkínál az ördög nekünk, a bűn ott leselkedik ránk, ugye, ahogy Káin és Ádám, és nem vagyunk kötelesek megcselekedni, hanem azt mondhatjuk bármikor, hogy nem, ezt a testet én nem erre kaptam. Halleluja. És ez azt jelenti, hogy nem uralkodik, tehet javaslatokat, és mi mondhatjuk azt, hogy elfogadom, vagy mondhatjuk, hogy ezt köszönöm, inkább ezt nem kérem. Nem uralkodik. Ki uralkodik fölöttünk? Jézus, ugye? Amen. És mikor uralkodik Jézus fölöttünk? Amikor megtesszük, amit ő mond nekünk. Amen. És itt a következő versek nagyon tisztán mondják, hogy se ne szánjátok oda ti tagjaitokat a hamisságnak, fegyvereiül a bűnnek. Annak ellenére, hogy meg vagyunk szabadítva, és hogy nem vagyunk a bűn szolgái,
oda szánhatjuk a testünket, hívő létünkre, a bűnnek. Ám ezt tudjátok, mit jelent, hogy hívő létedre lehetsz parázna, lehetsz csaló, rabló, elmehetsz bankot rabolni, bármit megtehetsz, amit csak akarsz, mert szabad vagy, megteheted, de azt mondja az ige, hogy ne tegyük meg, ne szánjuk oda magunkat ennek, hanem azt mondja, hogy hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazság fegyverei, igazságnak fegyvereül az Istennek, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Halleluja! Mit is tehát? Vétkezzünk-e, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat, szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek. Kinek vagyunk a szolgái? Jézusnak. Igen, ő neki engedelmeskedünk? Mert amikor ő neki engedelmeskedünk, az ő szolgái vagyunk. Amikor pedig a bűnnek engedünk, megnyitjuk a testünket, a bűnnek, a hústest kívánsága erősebb esetleg, mint amennyire a szellem indít bennünket, akkor megnyitjuk magunkat a bűnnek, és ilyenkor azt mondja, hogy ha a bűnnek engedelmeskedünk, akkor az a halálra vezet, ha az engedelmességnek, az meg a megigazulásra. Nagyon egyszerűen, ez egy nagy dolog volt a számomra, hogy megértettem, hogy akinek engedelmeskedek, azt szolgálom. Amen. Ő az én Uram, akinek megteszem, amit ő mond. És hányan tudjátok, hogy az ördög folyamatosan hoz javaslatokat, valaki felmérgesít, és hányan szoktatok érezni olyat, hogy most jó vissza kéne neki szólni. Jól le kéne harapni a fejét is, hogy ott benned van, hogy megmondanám neki most a magamért. Valaki járt már így, vagy soha senki? Hogy úgy benned van ez. Jön az ördög, ez tulajdonképpen a hústest cselekedete, a régi természetünk, és van az Úr, hogy de mégis szeretem őt, és mégse biztos, hogy kellene leharapni a fejét, és lehet, hogy most be kéne fogjam a számat egy kicsit, még lenyugszom. Értitek, hogy ott van ez bennünk, és az lesz a vízválasztó, hogy ki a te urad éppen abban a helyzetben, hogy kinek fogsz engedelmeskedni. Mindig van választási lehetőségünk, ám szabadok vagyunk, és mi dönthetünk. És ugye volt arról szó, hogy ennek az egész tanítás sorozatnak az a címe, hogy szabadok vagyunk, hogy szolgáljunk. És ez ellentmondásnak tűnik, és nem az, azért nem, mert senki nem kényszerít rá bennünket arra, hogy mi szolgáljuk Istent. Amen. Azt mondja, hogy szánd oda a testedet, de ha nem teszed, nem teszed. Nem fog rá kényszeríteni. Amen. Hányan tudjátok, hogy az adóval nem egészen így van, hogyha azt mondod, hogy én nem akarok adót fizetni. Jó. Nem fizetsz egy darabig. Megint nem fizetsz. Aztán elkezdenek levelek jönni, elkezdenek még levelek jönni, aztán elkezdik inkasszót tenni a számládra, aztán elkezdik elvenni azt, amit van, és rávesznek arra, hogy fizesd ki azt, amit neki ki kell fizessél. Nem dönthetsz úgy, hogy bocs, most nem. Istennél ez nem így van. Úgy dönthetsz, hogy szolgálod őt, vagy úgy dönthetsz, hogy nem szolgálod őt. Teljesen szabad vagy. Isten nem fog ezért, nem fog különböző dolgokat elvenni tőled, az egy más dolog, hogy hányan hiszitek azt, hogy Isten egy nagyon jó Isten. Amen. És amikor ő azt mondja nekem, hogy Csaba, szeretnélek megkérni, hogy menj el XY-hoz, és imádkozz érte. Jó, Uram, de ezt terveztem, azt terveztem. És akkor az Úr azt mondja, hogy jó, semmi gond. És mondjuk nem megyek el. Jó, semmi gond. Az Úr azt mondja, semmi gond. De én lemaradtam valamiről. Pár éve szolgáljuk az Urat, és ebből a pár évből az utolsó, most már nem tudom, nem szoktam annyira számon tartani ezeket a dolgokat, hogy mikortól, meddig, de már egy jó pár éve, talán 4 éve vagy 5 éve már nem dolgozunk fizikai munkahelyen, mint korábban, hogy volt egy vállalkozásunk, nem csak az Urat szolgáljuk. Sokan úgy tekintenek rá, hogy hú, meg ha, meg de jó nektek, és hogy hú, igen, nagyon jó nekünk, dicsőség Istennek, de van egy másik oldala is ennek, hogy a legtöbben tudjátok, hogy nem kapunk fizetést ennél az egyháznál, nem úgy van, hogy te vagy a pásztor, és akkor minden hónapban ennyi és ennyi a fizetésed, hanem
hanem az Úr tölti be a szükségeinket, pont úgy, mint mindenki másnak, aki dolgozik, az egy lehet, hogy egy fő forrás, ahonnan ő kapja az ellátását, de tulajdonképpen Istentől, és hogyha valaki nem kapja meg a fizetését a munkahelyén, egy olyan ember, aki munkahelyen dolgozik, nem jelenti azt, hogy most vége mindennek, mert őnek is az Úr az ellátása forrás, amen, és nekünk is így van ez. És azt tapasztaltam, és tapasztalatból tudom elmondani, hogy az elmúlt néhány évben miközben szolgáljuk az Urat, Isten soha nem hagyott megszégyenülni, hogy ne tudjunk kifizetni számlákat, hogy ne tudjunk elmenni különböző helyekre, mert nem volt rá pénzünk, és azt vettem észre, hogy minél inkább engedelmeskedünk Istennek, annál áldottabbak vagyunk. Amen. Érdekes, csak egy példaképpen mondom, hogy még mielőtt a vállalkozásunkat eladtuk volna, és teljesen abba hagytuk volna ezt a munkát, előtte, tehát megvolt a munkahelyem, volt egy idő, amikor a Szilvi is dolgozott, mellette itt már szolgáltunk, a 11. kerületben szolgáltunk, volt, hogy jártunk a börtönben, még emlékeztek páran, jártunk Mihály Gergére, és éltünk valahogy. És amikor ugyanezt csináltuk, tehát ugyanezek a szolgálatok maradtak meg, csak nem dolgoztunk, képzeljétek el, hogy az a néhány év alatt, ahogy nem dolgoztunk, annyit haladtunk előre minden téren, amit az elmúlt 10 évben összesen nem. Hogy ez, és ne egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy ugyanazt csináltuk, mint eddig, csak most nem dolgoztunk. Akkor is szolgáltuk az Urat, csak még dolgoztunk is elvileg. Tehát az lett volna logikus, hogy akkor egy kicsit jobban kellett volna, hogy menjen, mint utána. És valahogy mégsem így történt. És ezzel azt akarom mondani, hogy ha valaki Istent szolgálja, és engedelmes neki, akkor tudjátok, erről volt egy alkalom, amikor nagyon-nagyon sokat beszéltünk, hogy akkor nem jobban ki leszel téve az ördögnek, és nagyobb céltábla leszel a számára, és nagyobb szálka a szemében, hogy Úristen, te most szolgálod az Urat, és pusztítod az ő országát, és akkor na most ő jól ki fog kezdeni téged, és rosszabb lesz neked, de odaszánod magad, és szenvedd el a nehézségeket, és beteg leszel, meg szegény leszel, meg mindenféle kihívás jön, de te szolgálod az Urat, és ez milyen dicső dolog. Amen. Ugye tudjuk azt, hogy kaptunk szellemi fegyvereket, és ezek a fegyverek mikor kell rajtunk legyenek? Hát amikor harcolunk, ugye? Mikor harcolunk? Folyamatosan. Folyamatosan. Folyamatosan háborúban vagyunk, ha úgy tűnik, hogy most éppen nagyon jönnek a támadások, vagy amikor éppen úgy tűnik, hogy most minden rendben van, akkor is egy szellemi háborúban veszünk részt. Ezt hányan hiszitek? És ezeket a fegyvereket tulajdonképpen egyszer kéne fölvegyük, és onnantól kezdve ezeknek rajtunk kéne legyenek folyamatosan, mivel ezek szellemi fegyverek, nem fognak ránk büdösödni, nem fog, tudsz tőle fürödni, tudsz tőle elmenni buliba, fel tudsz öltözni szép ruhába, és mégis rajtad vannak ezek a fegyverek, mert ezek szellemi fegyverek, és ezek nem fizikai fegyverek. Ugyanúgy, mint ahogy az ellenségünk is nem fizikai, hanem szellemi fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének a világbírói ellen van a mi harcunk, a tusakodásunk, és ezek a fegyverek rajtunk kell, hogy legyenek. Ez, mint hívőnek, ez egy kiváltság, hogy Isten adott fegyvereket. Ha ezeket nem használjuk, akkor senkit nem akarok megsérteni, de ha tudod, hogy vannak ezek, és mégsem használod, ostoba vagy. Én sokáig hallottam róla, és sokáig nem hallottam, és ostoba voltam. Bolond voltam. És sokszor történt sok olyan dolog, aminek nem kellett volna megtörténjen. Láttatok, hívőkkel történni olyan dolgokat, amiknek nem kellene megtörténni. Baleset ér valakit. Leesik, eltöri, megüti, összetöri az autóját, kirúgják a munkahelyéről. Egy csomó olyan dolog megtörténik, aminek nem biztos, hogy meg kellett volna történjen, ha rajta vannak ezek a fegyverek. Mit mond az ige például a hit pajzsáról? Hogy azt is felvegyétek, és ezzel az ördög minden tüzes nyílát kiolthatjátok. Amen. Halleluja. Ezek olyan dolgok, amiket hányan szoktátok felvenni, úgy igazából így rendszeresen ezeket a fegyvereket. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. Én most már rászoktam annyira, hogy most már nem kell a megvallás. Halleluja. Tudjátok, hogy egyébként meguntam, tehát azért hagytam abba azt, hogy a megvallást olvasni tök jó volt, meg minden, de hát úgy hosszú is volt, meg néha fáradt voltam hajnalban, amikor fölkeltem, és nem volt nagyon kedvem olvasni, és akkor eleinte azt csináltam, hogy kinyitottam a Bibliát az Efézus 6-ra. És ugye ott tömören megvan minden, és amire emlékeztem, azt úgy hozzátettem, hogy akkor ez mit jelent, az mit jelent, fölveszem, azaz, hiszem, és akkor elmagyaráztam magamnak, hogy most mit csinálok, annyira, hogy most már akármikor fogom, és az összes fegyvert fölveszem, nem kell papír, nem kell semmi, mert már bennem van ez. Amen. Hányan hiszitek, hogy nagyon könnyen el tudsz ide
ide jutni, és akkor nem lesz kifogás, hogy nem volt időm otthon. Lehet, hogy amíg sétálsz a buszhoz, fölveszed, sokszor van, hogy még megyek az autóval, és még eljutok az első megállomhoz, ahol meg kell álljak, már felöltöztem. Ha otthon nem volt időm. Halleluja szellemben, még ezt is megtehetjük. Ciki lenne fizikailag, akkor öltözöl fel, miközben mész az úton vagy a villamoson, de ezt szellemben meg tudod tenni. Halleluja. Dicsőség Istennek! Halleluja! A Máté evangélium 24-re, hogyha ellapoznátok, ezt is ez a újabb fordítás szerint szeretném olvasni. Ha sikerül. Tehát Máté 25. És a 31-es verstől nézzük meg. És így szól. Az emberfia vissza fog jönni nagy dicsőségben, összes angyalával együtt, akkor majd leül dicsőséges trónjára, és a föld minden lakósát összegyűjtik trónja elé. Ő pedig két csoportra választja majd őket, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb, a kecskéket pedig bal oldalára állítja. Ezután a király így szól majd jobb oldalán állókhoz. Jöjjetek, atyám, megáldott benneteket, tiétek ez a királyság, vegyétek birtokba, mert Isten számotokra készítette a világ kezdete óta. Nem tudom, hogy látjátok-e különbséget a mi fordításunkhoz képest, hogy a miénkben azt hiszem úgy van, hogy örököljétek ezt az országot. És sok helyen mondja ezt a Biblia, hogy ha valaki nem így él, nem úgy él, Isten országának örökösei nem lesznek. Emlékeztek, ismeritek ezeket? Olyan régóta foglalkoztat ez az öröklés, hogy mit jelent ez az öröklés. Tudjuk, hogy Jézus Krisztussal együtt örökös társak vagyunk, Jézus Krisztus társörökösei vagyunk, és hogy oda kaptunk mindent Istentől, és hogy örökösek vagyunk. Azt is tudjuk, hogy ez nem jelenti azt, hogy automatikusan birtokoljuk is ezeket, ugye, ahogy ezekről a fogalmakról beszéltünk, hogy lehet egy lakásod, ami a te tulajdonod, és valaki más lakik benne, esetleg mert megengedted, vagy bérlőket raktál a lakásodba, a te tulajdonod, és nem te birtoklod, hanem valaki más birtokolja. És ugyanígy van egy szellemi örökségünk, ugye Isten igen mondja, hogy Isten megáldott minket minden mennyei áldással, minden szellemi áldással, ezek a mieinkek, és mégis azt mondja a Biblia, ha valaki nem így él, nem úgy él, nem fogja örökölni ezeket. Mit jelent ez? Nagyon tetszik ez a fordítás szerint, hogy azt mondja itt Isten országának az öröklését így hozza, hogy jöjjetek atyámnak, mert atyám megáldott benneteket, tiétek ez a királyság, ezt tudtuk, vegyétek birtokba, mert Isten a számotokra készítette a világ kezdete óta. Mit jelent birtokba venni egy áldást? Például, ha van egy autód, az a tiéd, az az autó. És akkor mit jelent az, amikor birtokba veszed? Például, ha valaki fiatal, és azt mondja neki az édesapja, hogy kisfiam, kislányom, ez az autó a tiéd. Jó, de jó, van egy autóm. Nehogy azt gondolt, hogy most megengedem, hogy vezesd ezt, még 10 éves vagy. Még nem vezet. Majd, ha 18 leszel, és meg lesz a jogsid, akkor vezetheted. Mit jelent a birtokba vétel? Például, hogy ebben az esetben betölte 18 évet, közben megszerzi a jogosítványát, és akkor azt mondja, hogy apa, itt a jogsim, hol vannak a kulcsok? És akkor odaadja, tessék. Beülsz, és elkezded használni, birtokba veszed, vagy egy lakást, hogy van egy házad, megveszed, nagyon jó, birtokba kell venned, ugye, milyen, akkor átalakítod, ahogy te szeretned, berendezed úgy, ahogy te szeretnéd, és onnantól kezdve elkezded használni. Amen. Vajon van-e különbség a között, hogy valami a tiéd, és hogy használod is? Nagyon nagy a különbség. Amen. Lehet valami úgy a tiéd, hogy más élvezi annak az előnyeit, és nem te. Például, ha egy lakásod vagy egy házad van, és valaki más lakik benne, és esetleg nem fizet neked semmit, akkor lehet, hogy te fizeted az adót, meg a különböző dolgokat utána, az előnyeit pedig valaki teljesen más, valaki élvezi. És Isten azt akarja, hogy gyertek, azt mondja majd, kiknek fogja mondani Jézus azt, hogy gyertek, vegyétek birtokba azt, ami a tiétek volt a világ megalapítása óta. Kiknek fogja ezt mondani?
Nézzük meg. Azt mondja, hogy azoknak, akik az ő jobb keze felől állnak. Igen, tiétek, mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem, amikor szomjas voltam, inni adtatok, amikor idegen voltam, behívtatok a házatokba, és vendégül láttatok. Amikor nem volt mibe öltöznöm, ruhát adtatok nekem, amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam, amikor börtönben voltam, meglátogattatok. Ekkor így felelnek majd az igazságosak. Uram, nem láttuk, hogy te éhes lettél volna. Mikor adtunk neked enni? Nem láttuk, hogy szomjas lettél volna. Bocsánat. Mikor adtunk neked inni? Mikor történt az, hogy idegen voltál városunkba, és mi szállást adtunk neked? Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged. Mikor adtunk neked ruhát? Nem láttunk téged a betegek között, sem a börtönben. Mikor látogattunk meg? Akkor a király így válaszol majd. Igazán mondom néktek, amikor segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem segítettetek. Ez a mi Bibliánk is nagyon jól hozza, de ez nagyon tetszik nekem. Olyan tiszta, nem? Hogy amikor segítettetek egynek a legkisebb testvérek közül, akkor nekem segítettetek. Vajon ezt lehet a szolgálat kategóriába sorolni, amikor valamelyik hívőnek, valamelyik testvérünknek teszünk valami jót, ami az ő hasznára van, legyen ez... Ugye, ahogy az ige itt felsorolt néhány konkrét példát, hogy nehogy túl szelleminek érezzük, hogy ha imádkozol érte, és azt mondod, hogy menj el, melegedj meg, és lakjál jól, és közben nem adjuk meg, amire szüksége van a testnek, hanem azt mondja, hogy éhes volt, enni adtunk, szomjas volt, inni adtunk. Ha ezt megtesszük, mit mond az ige? Hogy ezt Jézussal tesszük. Hányan hiszitek, hogy ezt meg kell újítsuk az elménket? Hogy olyan sokszor nem látjuk, amikor odajön egy koldus, aki hányan találkoztatok olyan koldussal, aki hisz Jézusba? Olyannal is lehet találkozni, aki nem hisz. De sok olyan van, aki hisz. És sajnos itt van és koldul. És ha ő kér, és te adsz annak a koldusnak egy százast, vagy éppen amennyi a szíveden van, el tudod hinni, hogy habár lehet, hogy ő abból bort fog venni. Elmegy az első kocsmába. Nagyon sokszor megtörténik. De te mégis Jézusnak adtad. El tudod hinni ezt? A legkisebbnek, akit a legkevesebbre becsülnek, te ha azon segítesz, Jézusnak magának segítettél, ezt mondja az ige? És ezzel szolgálsz. Amen. Nagyon sok minden van, ami ilyen nagyon szelleminek tűnik, és még az elején, amikor elkezdtük ezt a tanítást, beszéltünk arról, hogy szolgálni Istent, ugye sok ember fejében, sok hívő fejében, szívében, ez szinte egyenlő azzal, mint amit a Zsolti is mondott, hogy az öt szolgálat valamelyikében, tehát vagy pásztor, vagy apostol, vagy evangélista, vagy tanító, vagy pedig a dicséretben szolgál és énekel, ezek a szellemi feladatok, és akkor a többiek, ők meg a kis egyszerű hívők, és ezt hiszem, hogy megértettük, hogy ez nem így van. Egy másik, ezt fejezzük be, azért olvassuk fel a következő részt még, és utána elmegyünk az Efézusi levélhez. Azt mondja, hogy nézzük a 41-es verstől. Azután a bal oldalán állókhoz fordul, menjetek előlem, átkozottak vagytok. Menjetek az örök tűzbe, mely a sátánnak és angyalainak készült. Menjetek, mert éhes voltam, de nem adtatok ennem, szomjas voltam, de nem adtatok innom, idegen voltam, de nem fogadtatok be házatokba, hiányzott a ruhám, de nem öltöztettetek fel, beteg és fogoly voltam, de nem látogattatok meg. Ők is ugyanazt fogják tőle kérdezni, Uram, mi nem láttunk téged éhesnek, szomjasnak vagy idegennek, nem láttunk téged, amikor nem volt mibe öltöznöd, nem láttunk betegen vagy börtönben, mikor volt az, hogy nem segítettünk rajtad? Uram, hát nem láttalak, mikor volt ez? Akkor a király így válaszol majd, igazán mondom néktek, amikor nem segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem nem segítettetek. Akkor ezek elmennek az örök büntetésre, az igazságosak pedig az örök életre. Ezt vajon Jézus ilyen komolyan venné? Amikor nem segítünk egynek, a legkisebbek közül, és meg vagyok arról győződve, hogy ne értsétek félre, hogy amikor valaki kér tőlünk, ha minden esetben adnánk, amikor valaki kér tőlünk, anélkül, hogy esetleg megvizsgálnánk a szívünket, hogy ezt a Szent Szellem is akarja, akkor egy pillanat alatt
te is beállhatnál a csöves kategóriába, és mindenedet szétosztva te is ott állnál az útszélén úgy, hogy a jövő héttől kezdve már neked lesz szükséged segítségre, és senki nem tud többet segíteni, mert mindenedet szétosztottad. Elég lenne egy nagyobb sétát tegyél a városba, és minden koldusnak, aki csak kér tőled, adjál, és mindjárt üres lenne a pénztárcád, és hogyha ezt az emberek megtudják, hogy te mindenkinek adsz, aki csak kér, akkor hamarosan sorálna az ajtód előtt, hamarosan nem lenne ajtód, és te állnál valakinek az ajtója előtt. Tehát nem arról beszélek, és ne értsétek félre, és meg vagyok győződve, hogy Isten sem azt mondja, hogy mindenkinek, akinek szüksége van, te adjál, és addig, amíg van, addig adjál, és ha nem adsz, Jézusnak nem adtál, és akkor átkozott vagy nem. Hányan tudjátok, hogy azok Istenek fiai, akiket Isten szelleme vezérel? És hányan hiszitek, hogy Isten meg tudja mutatni, hogyha valakinek tényleg kell adjunk, én kell adjak? Hányan hiszitek, hogy nem biztos, hogy vagytok abban a helyzetben, hogy a világ minden szükségét egyedül te ki tudod elégíteni, és mindenkinek a problémát egyedül te meg tudod oldani. Hányan hiszitek ezt? Lehet, hogy egy picikét többre lenne szükség, mint ami neked van, és ezt Isten is nagyon jól tudja. És ezért Isten vezet bennünket, és indítja a szívünket bizonyos emberek felé, míg másik emberek hiányai, szükségei felé meg nem érzünk indítatást. És nem mindenkinek kell adjunk, aki csak kér tőlünk, de amikor ezt megtehetjük, és amikor ezt megtesszük, akkor ezt látnunk kell, hogy nem csak azzal az emberrel magával tettük, mert ha ő hisz Jézusba, és Jézus ő benne él, ott van Jézus, Jézus és ő egyek, amikor te neki adsz, Jézusnak adtál, amikor neki segítesz, Jézusnak segítesz, és amikor ezt teszed, akkor szolgálod Istent. Amen. Amikor arra használod a testedet, hogy egy testvérnek segítesz, akkor Jézusnak segítesz. Amen. Hányan... Tehát vannak emberek, akiknek, hogyha adnánk egy feladatot, azt mondanánk, hogy az Úrnak szüksége van erre és arra, valaki jöjjön segíteni. És lehet, hogy nagy síri csönd lenne, hogy hát az annyira nem fülik a fogam ehhez, ez nem az én szolgálatom, ez nem az én elhívásom. De mi van akkor, ha esetleg Jézus maga megjelenne neked? Vagy el tudod-e képzelni, hogy ott vagy a mennyben, ott jár Jézus, és azt mondja, hogy figyelj, itt egy söprű, összesöpörnéd ezt itt nekem? Ez nem az én elhívásom. Bocs. Ez nem az én... Hányan mondanánk ilyet Jézusnak magának, amikor ő szólna, hogy megtennéd ezt nekem? Nem vagy köteles, de megtennéd ezt nekem? Hányan mennétek úgy, hogy persze, uram, söprű, hogy ne? Alig várom, hogy söpregesnek. Ha ő kérné, csak tudjátok, hogy mi a baj, hogy nagyon sokszor nem Jézust látjuk ebben. Fölmerül egy szükség a gyülekezetbe, fölmerül egy szüksége egy testvérünknek, és akkor úgy látjuk, hogy igen, ez az ő hibája, ő került ebbe a helyzetbe, miért kerültél oda, és akkor keressük a különböző kifogásokat, hogy miért ne adjunk, miért ne tegyük meg ezt, miért ne segítsünk. Pedig, ha megtesszük, és még egyszer mondom, az Úr indítatására, ne kárhoztatásból, ugye erről beszéltünk, ha önként teszem, jutalmat nyerek, ha nem önként teszem, mert kárhoztatásból vagy azért, mert úgy érzem, hogy ezt elvárják tőlem, akkor annak nincs értelme. Valaki elég bátor ahhoz, hogy felvállalja azt, hogy azt mert mondani valakinek, hogy ne haragudj. Imádkozok felőle, ha az Úr indítja a szívemet, akkor meg fogom tenni, ha nem lesz bizonyság a szívembe, akkor vedd úgy, hogy nem. Ezt valaki bemerné vállalni, azt mondani, hogy valaki oda jön hozzád, és azt mondja, figyelj, egy dolgot megígérhetek ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy biztos, hogy imádkozni fogok, és keresem az Urat, hogy van-e nekem ebben részem. És ha igen, akkor hívni foglak, add meg a számodat, hívni foglak, ha nem hívtalak, vedd úgy, hogy nem. Ezt bemerné valaki vállalni, hogy megkér téged valakit, segíts ebbe és abba. Tudjátok, hogy milyen sokszor előfordul az, hogy ó, drága testvérem, bármire szükséged van, hívjál. Hallottatok ilyet? Bármire. És akkor fölhívod, amikor szükséged van. Hát most nem vagyok a városban, most nem vagyok itt. Ó, most pont kirándulunk, most pont nem érek rá. Ó, nagyon szerettem volna, csak most nem tudok. És hányan hiszitek, hogy ez egy nagyon korrekt dolog azt mondani valakinek, hogy figyelj, imádkozni fogok felőle. Ha az Úr indítja a szívemet, hívni foglak. Ha nem, akkor vedd úgy, hogy nem tudok segíteni. És hányan hiszitek, hogy ezért nem kéne rosszul érezd magad? Ha őszinte vagy, és tényleg elmész az Úrhoz, és tényleg megkérdezed az Urat, hogy Uram, van nekem ezzel dolgom? Kell én ezzel bármit csináljak? És ha az Úr azt mondja, hogy igen. Hányan tudjátok, hogy ezt még a Kenneth Hagin is mondta, meg a Kismurtól is hallottam, meg én is ezt tapasztaltam, hogy az Úr nem szokta azt kérdezni, hogy most alkalmas-e neked, hogy segítsél. Hányan tudjátok, hogy az embereknek akkor van szükségük rád, amikor szükségük van rád. Valaki a kórházban van, és mondhatod, hogy
Figyelj, megyek majd segíteni, pont 2 hónap múlva lesz szabadságom, és akkor majd megyek és segítek neked. Ő most van kórházban. Neki most van szüksége rád, ugye? Mit olvastunk, hogy beteg voltam, és meglátogattatok. És börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Hiába mész el hozzá, amikor már kijött, hiába mész el akkor látogatni, amikor már túl van, meggyógyult, már nincs szüksége. Akkor van szükségük az embereknek segítségre, amikor szükségük van. És nekünk meg akkor kell a rendelkezésükre álljunk, amíg idő van. Halleluja. Az Efézus 4-re, hogyha egy picit ellapoznátok, szintén ebből az új fordításból szeretném olvasni, nagyon-nagyon tetszik, hogy így máshogy hozza vissza, és más dolgokat hangsúlyoz ki jobban. Tehát Efézusiakhoz írt levél, 4. fejezet, és azt hiszem, hogy a 10-es verstől kellene elkezdjük olvasni. Igen, Krisztus az, aki apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék, kiképezzék Isten szent népét a feladatukra, 2. pont, Krisztus testének felépítésére. Meddig fog tartani ez a felépítés? Addig, míg mindnyájan egységre és harmóniára nem jutunk az Isten fia megismerésében, és mindabban, amit a hitünk magába foglal. Addig, amíg majd mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani. Hányan hiszitek, hogy ez az elhívásunk, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlítsunk? Amen. Hogy szemléljük őt, legyünk az ő jelenlétébe, nézzük őt, és miközben ott vagyunk az ő jelenlétébe, elváltozunk. És ezt értitek, hogy ez hogy működik. Sokan lehet, hogy észreveszitek rajtunk, hogy nem a parfüm annyira dominál, hanem egy kicsit füstszagunk van. Ez azért van, mert otthon a kályhánk egy kicsit füstöl. És ezért az egész ház tele van füsttel, és ez átveszi a ruhánk, minden átveszi. Néha bemegyünk egy helyre, megkérdezik, hogy te családi házba laksz, és nem kell mondjak egy szót se, csak úgy érzik, és úgy rákérdeznek. Hányan hiszitek, hogy ugyanerre van szükségünk, hogy az Úr illatával, ugye azt mondja, hogy mi Isten jó illatja vagyunk, mind az üdvözülők, mind az elkárhozottak között. Hogyha Isten jelenlétébe eleget időzünk, akkor az ő illata úgy átjár bennünket, mi észre se vesszük, mert ezt megszoktuk. Mert mi mindig az ő jelenlétébe vagyunk. De mikor valaki olyan közelébe kerülünk, aki még ezt az illatot sose érezte, meg fogja kérdezni, te milyen parfümöd van? És akkor el tudod mondani, hogy milyen illatod van neked. Krisztus jó illatja ez, amit te érzel. Amen. És ezt úgy fog történni, hogy te ott vagy, ahol ez a jó illat van. Istennek a jelenlétébe vagy, és ez a jó illat át fog járni téged, és minél többet töltesz az ő jelenlétébe, annál inkább elváltozol, amen. Annál inkább úgy fogsz gondolkodni, úgy fogsz beszélni, úgy fogsz cselekedni, mint ő. Amen. És ez roppant egyszerű, nem magunkra kell erőltessünk valamit, nem megpróbálunk jó hívők lenni, és akkor erőből, erőlködve, hanem egyszerűen, hányan hiszitek, hogy kegyelem alatt vagyunk? Amen. És nem a cselekedeteink által kell megigazítsuk magunkat, de ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség semmilyen cselekedetre a részünkről, hogy semmit nem kell tegyünk, dőljünk hátra, és nézzük a tévét, mert szabadok vagyunk. Hanem arról van szó, hogy szabadok vagyunk, igen, és ezért hányan hiszitek, hogy a kegyelem alatt sokkal inkább tudjuk szolgálni Istent, mint a törvény alatt szolgálták. És azt mondja az ige, hogy ha a törvény szolgálata dicsőséges volt, mennyivel inkább dicsőséges a szellem szolgálata. Azt mondja, hogy ha a halálnak a kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, akkor mennyivel inkább dicsőséges a szellem szolgálata. Amen. Az, hogy szellemből szolgálhatjuk. Halleluja. Dicsőség Istennek. Még egy kicsit olvassuk tovább. Tehát azt mondja, hogy a 16-os vers például ebben a fordításban így szól. Mert Krisztus illeszti és kapcsolja össze a test különböző részeit, amelyek mind a saját feladatukat végzik, és segítik egymást, így az egész test arányosan növekedik és fejlődik az isteni szeretet által. Tehát még egyszer azt mondja, hogy Krisztus illeszti és kapcsolja össze a test különböző részeit, amelyek mind a saját feladatukat végzik, és segítik egymást. Hányan hiszitek, hogy minden hívőnek, mindegyik hívőnek, aki ma született újjá, meg aki már 25 éve, vagy 50 éve, mióta megszületett, azóta így nevelték, hisz Jézusba, feladata van, saját külön feladata van. Hányan hiszitek, hogy nincs olyan testvér, akinek nincs feladata? Nekem nincs elhívásom. Nekem Isten semmit nem mondott. Nekem nincs dolgom. Más szóval. Nincs feladatom. Hányan hisztek, hogy mindannyiunknak van? Hányan érzitek is, hogy ez így van?
hogy érzed a szívedbe, hogy Isten akar veled valamit, akar használni téged valamire. Amen. Halleluja. Bizony akar használni. És ugye egy dolgot megértettünk, ha Isten azt mondja neked, hogy légy szíves, tedd ezt meg nekem, akkor nem fogja azt mondani csak, hogy köszönöm szépen, vatikáni valuta, tudod, hogy segítettél. De jó, igen, de nekem ráment 2 hetem, elköltöttem 30-40 ezeret üzemanyagra, az energiám, meg mindenem, és akkor azt mondod, hogy köszönöm szépen. Hát igen, kedves vagy. Hányan hiszitek, hogy Isten tudja, hogy ahhoz, hogy te eljussál egyik, tehát otthonról az evangelizáció színhelyére, az neked pénzbe fog kerülni. Ha nem neked kerül pénzbe, akkor valaki másnak fog pénzbe kerülni, de valakinek pénzbe fog kerülni. Ha valaki elvisz téged ingyen, és azt mondja, de jó, hát úgy sincs semmi dolgom, elmegyek ingyen. Most pont úgy sincs semmi dolgom, és elvisznek, hát akkor elmegyek. Én jobban szeretnék, és mostanában, hogy ezt megértettem, én jobban szeretnék úgy elmenni, hogy hadd pótoljak bele. Azt mondják, de nem kell, de szeretnék. Tudjátok, hogy miért? Azt mondja az ige, hogy aki vett, az arat, aki szűken vett, szűken arat, aki bőven vett, bőven arat. Azt is tudjuk, hogy ha a mag az jó földbe hullik, ez a mag, ez sok minden lehet, elsősorban az ige, másodszorban meg bármi lehet egy mag, amit adunk, amit elvetünk. És elvethetünk pénzt is akár, és azt mondja, hogy 30-60-100-szorosat fog ez nekünk teremni. De amikor evangelizációs célokra vetünk, ott nincs 30-60, ott csak egy szorzó van, 100-szorosa. Én egyébként a hitemet már egy jó ideje a 30-szorosára terjesztem ki, hogy a magjaimat, amit elvetek, a 30-szorosát learatom. De egy ideje, mióta megértettem, hogy amit viszont az evangelizációra vetek, annak a 100-szorosát aratom le. Tudjátok, hogy mekkora a különbség? Előszeretettel megyek evangelizálni, előszeretettel pótolok az üzemanyagba, ha 1000 forintot is, ami nem tűnik olyan nagynak, gondolj bele, ugyanazt az 1000 forintot elveted, és a hited mondjuk ott, inkább magamról beszélek, elvetek 1000 forintot, és a hitem ott van, hogy mondjuk a 30-szorosát learatom. És ha a hitem tényleg ott van, ezt le is fogom aratni, az azt jelenti, hogy 30 000 forintot fogok aratni. Legfeljebb. Mi van akkor, ha ugyanezt az összeget evangelizációra vetem? Kicsit pótolok az üzemanyagba. Ne neked kelljen egyedül, meg egyébként is szeretnék erre adni, mert ez egy jó lehetőség. Akkor mennyit fogok aratni ugyanaz az 1000 forint után? 100 000-et. Hát, ha lehet, inkább többet mennék evangelizálni. Kevesebbet vetnék máshova, azzal sincs baj, de értitek, hogy ennek milyen jelentősége van? És emlékeztek, mikor valamelyik héten, 2-3 héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy voltak olyanok, most nem emlékszem, hogy melyik pontosan az ige hely, hogy igen nagy szegénységüket, jó szívűségük, gazdagságá sokasította. Hogy a nagy szegénységük ellenére kérve kérték, hogy adakozással részt vehessenek, közösséget vállalhassanak, szolgálhassanak a szentek felé. És mindegy, hogy igen nagy volt az ő szegénységük, mivel adakoztak, így jöttek ki belőle. Ha valaki azt mondaná, például én azt mondanám, hogy figyelj, tudom, hogy nem állsz túl jól anyagilag, de az Úr szeretne téged használni ezen az alkalmon, elviszünk ingyen. És dönthetsz úgy, de jó, nem kell fizetnem. Nem olyan jó neked. Nem olyan jó. Ha látod ennek az értelmét, hogy ha ilyenkor vetsz, az nagyon jó lesz neked. Nem beszélve arról, hogy nem csak az a vetés, hogy amit anyagiakban ráfordítasz, mert az az idő, hogy ott vagy. Még akkor is, hogyha különösebben nem lenne más dolgod, de rászánod a testedet, hogy azt teszed, amit Isten mondta, hogy a Laci mondta például, hogy azzal, hogy hirdetem az evangéliumot, szolgálod Isten. Lehet, hogy nincs más dolgod, és elmész, akkor is a testedet arra szántad, amire Isten szeretné, és ezzel szolgálod őt. És hallottátok már azt, hogy aki Isten szolgálja, megbecsüli azt az atya? Ha te megtiszteled Istent, Isten megtisztel téged, és nem azt fogja mondani, hogy jó, akkor álljál ide, és most mindenki tapsolja meg, XY, meg vagy tisztelve. Isten nem így tisztel meg bennünket, amen. Van egy dal, amit ma énekeltünk, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. És van egy ilyen rész, hogy az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, de akik az Urat félik, azok semmiben nem szűkölködnek. Hogy van? Nem jól idéztem szerintem. Akik az Urat keresik, semmi ott nem nélkülöznek, hogy nincs hiányuk, de azt hiszem, hogy a Zsoltárban, akik az Urat félik, ott úgy van talán, semmi jótban nem szűkölködnek, megvan mindenük, és ezt látnunk kell, hogy ez egy kiváltság szolgálni Istent, és bármennyire furcsán hangzik, hogy lehet, hogy itt csak rá akarnak beszélni, hogy mindenképpen szolgáljak, lehet, hogy csak erre akarnak rávenni,
Hát megtehetnénk ezt is, de hidd el, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy én nekem az a legnagyobb szívem vágya, hogy azok, akik az Urat választották, és itt vannak közöttünk, egyre áldottabbak legyenek. Hányan hiszitek, hogy Isten pontosan ezt akarja? Hogy a ti örömötök teljes legyen. És nem tud úgy az örömöt teljes lenni, hogyha nincsen megértésed bizonyos területen, és nem a megfelelő reakciókat váltja ki egy-egy történés az életedbe. Például, mint amiről beszéltem, hogy elvisznek ingyen, lehet, hogy örülsz neki, de hogyha megértetted, akkor lehet, hogy kiharcolod magadnak, hogy nem érdekel, hogy nem akarod elfogadni, akkor is vedd ezt el, mert én vetni akarok, és ne akadályozz meg ebbe. És hogyha ezt így föllépsz, hidd el, hogy nem lesz olyan keresztény, aki azt mondja, hogy nem engedem, hogy gyarapodjál, nem fogom hagyni, hogy vessél. Hogyha azt mondod, hogy értsd meg, én tudom, hogy mit csinálok, én vetni akarok. És ez egy áldás. Áldás az illetőnek, de áldás neked is. És Jézus azt mondta, hogy nagyobb áldás adni, mint kapni. Halleluja. Halleluja. Azt is olvastuk itt, hogy meddig tart ez az időszak, hogy meddig kell növekedjünk. Ugye tudjátok azt, hogy a gyerekek, amik kicsik, mint ahogy mi mindannyian szellemben, amikor megszületünk, kicsik vagyunk, újszülöttek vagyunk, újjászületünk, újszülöttek vagyunk, és a gyerekek vagy csecsemők, amik kicsik, hányan tudjátok, hogy nem nagyon vannak tudatában annak, hogy ki van körülöttek, ki nincs. Nem nagyon vannak tudatában más emberek szükségeinek. Hányan tudjátok, hogy egy friss anyukának, aki éppen most szülte meg az első gyermekét, ugyanúgy szüksége van alvásra, mint a kisgyereknek. Hányan hiszitek ezt? A legtöbb anyuka pár hét után egy kemény időszakon megy keresztül, ugyanis nem tud úgy aludni, ahogy addig aludt. És ez egy borzasztóan megterheli őt. És ez a kisgyerek nem nagyon zavartatja magát, ha éjszaka 2-kor, vagy még utána 3-kor, meg még 4-kor, meg 5-kor is felébreszti az anyukáját, mert ő nem úgy érzi magát, ahogy szeretné, vagy éhes, vagy szomjas, hogy valami baja van, és sír, és nem érdekli, hogy kit ébresztett fel. Hányan hiszitek? Szellemi csecsemők ugyanezt csinálják. Nincsenek tudatában a környezetüknek, és hogy a környezetükben milyen igény van. 1-2 éves gyerek éjszaka sír, nem jut eszébe ilyet mondani, hogy mikor oda megy az anya megvigasztja, ó, olyan fáradtnak tűnsz, fölébresztettelek? Ne haragudj. Hányan hiszitek? Nem mondanak ilyet. Teljesen természetesnek veszik, hogy te éjszaka kellős közepén fölkelsz, megvigasztalod, ha szomjas inni adsz, ha éhes enni adsz, hogyha bármi más baja van, akkor igyekszel ezt ellátni, visszafekszik, és akkor az ő része ennyi volt. Köszöni szépen, jól van. És nem érdekel, hogy veled mi történt. Hányan hiszitek, hogy szellemi csecsemők ugyanígy vannak. Eljönnek a gyülekezetbe, ha nem tetszik a zene, akkor nem jönnek. Én ilyen voltam az elején, nem tetszett a zene, nem is jöttem a zenére, belőttem, hogy nagyjából mikor szokott vége lenni, és akkor úgy értem oda, meghallgattam a prédikációt, de jó, vége volt, megint zene volt, megint nem érdekel, elmentem. És csak úgy kapni akartak, és nem is érdekelt, hogy ki van körülötted, ki nincs körülötted, hogy nekik milyen szükségeik vannak, vannak-e igényeik, egyáltalán nem érdekel. De hányan hiszitek, ha Krisztusban vagyunk, és elkezdünk növekedni, egyik mutató jele, hogy elkezdtél növekedni Krisztusban, az lesz, hogy egyre inkább tudatára ébredsz a környezetednek, a körülötted lévő emberekre, egyre nagyobb figyelemmel leszel. Például nem fogsz mindent kimondani, ami eszedbe jut. Csak azért, mert eszedbe jut valami, ha meggondolod, hogy ez milyen hatással van azokra az emberekre, akiknek ezt mondom, és hogy fogják ők ettől érezni magukat. És nem fogsz mindent kimondani. Nem fogsz bármit megengedni magadnak, amit korábban megengedtél, hogyha már felnövekedtél. Hányan tudjátok, hogy ha például megértetted, hogy a tested a Szent Szellem temploma, akkor nem fogsz mindent megtenni a testeddel, amit korábban megtettél, mielőtt hívővé lettél volna. Ugye értitek, hogy előtte hányan jártatok diszkóba előtte? Én jártam. Én nagyon volt, hogy berúgtam úgy, hogy 3 napig hánytam utána, és nem emlékeztem semmire, és nem is különösebben érdekelt. Ez volt a normális az ismerőseim között. Elmentünk, bulisztunk, csajoztunk, bármit csináltunk, és úgy nem érdekelt, nem tudtam jobbat. Elvileg egyébként hívő voltam, meg jártam templomba, csak hogy nem értettem, hogy mi történt velem. De amikor újjászülettem, valaki volt már így, nem kell feltedd a kezed, újjá voltál születve, és már egy ideje jártál a gyülekezetbe, és egyik ismerősöd elhívott egy jó kis buliba, és tudtad, hogy ott olyan dolgok is történnek, ami már nem biztos, hogy ez úgy rendben van az Úrnál, de mindegy, ez talán még belefér, nagy az Úr kegyelme, és elmentél.
Volt így valaki, ne tedd fel a kezed, csak ha úgy gondolod. Én voltam például így is, hogy újjá voltam születve minden, hívtak egy diszkóba, elmentem. És volt olyan, hogy füvesztek a környezetembe, és már én is szédültem, olyan volt, az egész szoba úgy tele volt, hogy és én kénytelen voltam, én is ott voltam. Minél inkább növekszel az Úrba, rájössz, hogy vannak dolgok, amiket most már nem teszek meg. És hányan tudjátok, hogy nem azért nem teszem meg ezeket, mert hú, most hívő vagyok, most nem tehetem ezt meg, hanem hányan hiszitek azt, hogy nekünk nem embereknek, hanem Istennek kell tetszenünk. Ezt valaki hiszi, hogy jó az, ha olyan életet élünk, hogy tudjuk, hogy Isten azt mondja, hogy ez az én fiam. Büszke vagyok rá, nézd meg, mint amikor Jobbról beszélt Isten, hogy látod, hogy milyen igaz ember, és mondja, igen, biztos azért, mert te megáldottad. Hányan tudjátok, hogyha az Urat szolgáljuk, akkor Isten bizony meg fog áldani. Halleluja. Nem azért vagyunk olyan jók, mert Isten megáldott, hanem azért áldott meg, mert szeretjük őt és szolgáljuk őt. Halleluja. Úgyhogy dicsőség Istennek. Ezeket értenünk kell, és azt is főleg, hogy amiről a múlt héten volt szó, még ideig nem túl sok új dolgot néztünk meg, hogy ha valamit önként tesszük, akkor jutalmat nyerünk. Mi van akkor, ha nem önként tesszük? Rákényszerítenek, már ciki nem megtenni valamit. Nincs jutalom. Amikor a vállalkozásunk még megvolt, akkor sok olyan munkát vállaltunk el, ami jó nyereséget hozott, és voltak olyan munkáim, hogyha valaki vállalkozó, akkor ő megérti ezt, hogy ez hogy működik, hogy nagyon alul vállaltam el egy munkát, ami azt jelentette, hogy örültem, hogyha nem volt az a projekt veszteséges. És sokszor előfordult az, hogy a segédmunkás többet keresett egész éves viszonylatban, mint én, hogy én kerestem mondjuk 2-3 ezer forintra jött ki a végén, naponta ő meg 5 ezret keresett. És a szakembereknek még többet adtam, és én kaptam a legkevesebbet mindenki között, és ez egy egész éves teljesítmény volt. Úgyhogy az évem az nagyon rossz év volt. Azért, mert nagyon alul vállaltam ezeket a dolgokat. És utána felállítottam magamnak egy ilyen szabályt a vállalkozásomba, ami azon az elven alapult, hogy sokkal jobb ingyen ülni, mint ingyen dolgozni. Ha valaki meg tud érteni engem, hogy elmehetsz dolgozni egy olyan munkahelyre, ahol adnak 20 ezer forintot egész hónapra, vagy otthon ülsz és nem keresel semmit, vagy egy-két nap mész csak dolgozni, és megkeresed azt a 20 ezeret. Hogy én ezt eldöntöttem magamnak, hogy sokkal jobb ingyen ülni, mint ingyen dolgozni. És ezt alkalmaztam is utána, hogy ha kért valaki ajánlatot, olyan ajánlatot adtam, hogy ez nekem is érje meg. Legyen jó neki is, de nekem is érje meg. Ha nem érte meg, nem vállaltam el. Csinálja olyan, akinek ez megéri, nekem nem éri meg. És ugyanígy vagyok a mai napig is, hogy én nem szeretek fölöslegesen tenni dolgokat, olyan dolgokat tenni, aminek nincs értelme, semmi értelme nincs. És semmi értelme nincs például olyan dolgokat tenni, ami kívülről úgy tűnik, hogy szolgálom az Urat, és a szívem nincs benne, és nem jó szívvel teszem, és nem tudom örömmel tenni, és már belekeseredtem. És ilyenkor kell azt mondani, hogy vagy odamész, talán az egyik legbölcsebb dolog, ha egy szolgálatról van szó, hogy odamész a pásztorodhoz, és azt mondod, hogy figyelj ide, ezt nem tudom jó szívvel tenni. Vagy találjunk ki erre valamit, vagy szeretném visszaadni ezt a szolgálatot, csinálja valaki, aki ezt jó szívvel tudja csinálni, ez nekem nem, már nem megy, és akkor ez van. Ez nem ciki, mert innentől kezdve, amit csinálsz, tudjátok, hogy mikor vagyunk boldogtalanok? Amikor nem azt csináljuk, amit csinálnunk kellene. Hiszem azt, hogy ezek a tanítások egy olyan hatást is fognak kiváltani bennünk, hogy bizonyos dolgokat abba fogunk hagyni, míg más dolgokat el fogunk kezdeni csinálni. Ami azt jelenti, hogy vannak az életünkben olyan dolgok, amiket nem az Úr indított, hogy tegyünk meg, és vannak dolgok, amikre az Úr már régóta indít, hogy tegyünk meg, de nem tudjuk megtenni, mert tele van a tálcánk. Annyi mindent csinálunk, annyira elfoglaltak vagyunk, hogy arra nincs időnk, hogy azt megtegyük, amit az Úr mutat nekünk, és egy csomó azért, mert egy csomó olyan dolgot teszünk, amit ő nem mutatott. Egy példát hadd mondjak, hogy tudjátok páran rólam, hogy mostanában dobot tanultam, és most már elkezdtem élvezni is a végén egy kicsit ezt a dolgot, mert most már kezdtem egy olyan szintre eljutni, amit még én is élveztem. Még nem biztos, hogy más is élvezni, de én már élveztem. És már egy jó ideje folyamatosan ez volt bennem, hogy valamit nincs rendben, imádkoztam, és akkor az Úr egyszer felhozta múlt héten, hogy hát igazából én sosem mondtam neked, hogy te ezt csináljad. Mondtam, hogy hát ez elég kár. És
Akkor gondolkodtam, hogy mit fog szólni a dobtanár, ugye minden héten jártam hozzá, ez neki is bevétel volt, én is élveztem, mindig följebb rakta a lécet. Na mindegy, eldöntöttem, hogy jó, hát az úr így van vele, akkor jó, akkor itt abba hagyjuk. És először azt hittem, hogy most szomorú leszek, mert úgy élveztem ezt a dolgot, és ma voltam az utolsó órán, mondtam a tanárnak, hogy ez volt az utolsó, nem jövök, megpróbáltam úgy elmondani, hogy értse meg, hogy semmi bajom nincsen, csak hát úgy hiszem, hogy ezt most nem kell tovább folytatni, és ahelyett, hogy szomorú lettem volna, olyan felszabadultan érzem magam, hogy de jó, pedig heti egyetlen egy óráról van szó, nem egy nagy dolog, nem egy nagy összeg, és mégis az úr nem volt benne, és fogtam, és ott hagytam, jó, akkor itt vagyok, uram, mit csináljak helyette? És hiszem, hogy az úr meg fogja mutatni. Hányan hiszitek, hogy neked is szükséges az, hogy kicsit átnézd, hogy mik azok a dolgok, amiket teszel, és mi az, amit az úr mutatott, és mi az, amit a válladra vettél. És sokszor érezzük magunkat leterhelve. Van valaki, aki meg tudja érteni, hogy már nem bírom, uram, nem bírom. Tudom, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, de már nem bírom, és már sok, és már... És tudod mit? Kérdezd meg az urat, hogy... Mert ám van olyan az életemben, amit nem mutattál, uram, hogy tegyek, amihez nincs meg a kegyelmem, amit nem kell megtegyek. És hogyha van ilyen, azt le kell tenni. Alázatosan, lehetőleg úgy, hogyha ez más emberekre is kihatással van, akkor ne hagyjál túl nagy űrt magad után, de le kell építeni azokat a feladatokat, amiket nem Isten bízott rád, és tudod, hogy mi fog akkor történni? Felszabadulsz. Hányan hiszitek azt az igét, hogy az igaz, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és vegyétek magatokra az én igámat. Nem azt mondja, hogy dőljetek hátra kényelmes fotelba, pihenjetek, menjetek el nyaralni, neked szükséged van kikapcsolódásra. Nem ezt mondja, ugye? Nem azt mondja, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat. Nem azt mondja, hogy menjél egy wellness hétvégére. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy jók ezek a pihenések, de igazából nem tudnak felfrissíteni, hogy utána két nap múlva, egy hét múlva visszamész, és egy hét után ugyanolyan rosszul érzed magad, mint előtte, mielőtt elmentél pihenni. Egyszerűen nem tud fölfrissíteni három nap. És habár Isten benne van a vakációban, és szereti a kikapcsolódást, hányan hiszitek, sokkal inkább egy más üzletágban utazik Isten. Egy olyan üzletágban, ahol a hétköznapjait kikapcsolódás. Ahol a munkád élvezet, ahol szereted azt, amit csinálsz, és könnyű. És este nem úgy dősz be az ágyba, hogy még a fejed meg se éri a párnát, és már alszol, hanem lefekszel, és elgondolkodsz, de jó volt ez a nap. Ó, uram, olyan hálás vagyok neked. Ó, holnapra is hiszem, hogy legalább ennyi jó dolog történik, és akkor nyugodtan elalszol, fölkelsz, és könnyű. Amen. Hiszitek, hogy igaz ez Isten ígé, hogy az ő terhe könnyű, az ő igája gyönyörűséges. És az ő terhe könnyű. Inkább lehet nem mondom ki, ami eszembe jutott a gyönyörűség. Az igében van, de inkább nem mondom ki. Na mindegy, hogy gyönyörűséges. Istennek amikor az ő terhét veszed fel. És azt hiszem, hogy tényleg szeretné az Úr, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az, ami az ő igája, és mi az, amit a nyakunkba vettünk. Én hajlamos voltam sok mindent. Van valahol egy szükség, fölmerül, és ha megtehetem, megteszem. És nem mindegyikben van benne Isten. Van, ami jó dolognak tűnik, van olyan út, ami jónak látszik az embernek szemében, és a halálra menő út. Én nem szeretnék ilyen úton járni, ami jónak tűnik. Hányan hiszitek, hogy mielőtt belevágnánk egy új vállalkozásba, mielőtt egy új munkába vágnánk, mielőtt összeházasodnánk valakivel, vagy éppen elkezdenénk járni valakivel, ott az ideje keresni az urat, hogy van nekem ezzel dolgom? Uram, ezt szeretnéd? Te támogatod ezt? Vagy megint valamit a nyakamba veszek? Hiteleket felvesznek emberek, hogy valami látszódjon, és akkor évekig leterhelik magukat. Hogy hányan hiszitek, hogy kifizetődő keresni az urat? És ha az úr valamire azt mondja, hogy ezt inkább nem kéne. Hányan hiszitek, hogy bölcsebb nekünk nem forszírozni azt a dolgot? Volt már valaki, hogy te mégis erőltettél valamit? Érezted, hogy az Úr nincs benne? De minden lehetséges annak, aki íz. Uram, engedd meg, engedd meg, engedd meg, engedd meg. Hányan tudjátok, hogy ilyenkor az Úr azt szoktam mondani egy idő után? Rendben van. Hú, az Úr azt mondta, hogy rendben van. Ajaj. Eltelik egy kis idő. Uram, szabadíts meg ebből a helyzetből. Uram, szabadíts meg, és akkor egy csomó időt, energiát arra töltesz, hogy Uram, szabadíts meg attól, amire annyira akartam, amit én kértem, hogy engedd meg nekem. Hányan hiszitek, hogy olyan bölcs dolog azt tenni, hogy az Úr azt mondja, hogy tudom, hogy nagyon szeretnéd, de várjunk vele egy kicsit. Egy kicsit most tedd félre.
nem tudom, hogy ti milyenek vagytok, én amikor akarok valamit, én azt most akarom. És nem nagyon szeretek várni, és nagyon izgalomba tudok jönni a dolgok felől, és nem nagyon szeretek félretenni dolgokat. Ami felkeltette az érdeklődésemet, akkor kinyitom a laptopomat, és éjszaka 3 órán keresztül nézem, ha kell, és nem hagyom abba, és keresem, és kutatom, és nagyon sokszor az Úr elé szaladtam, és egy csomó időt, energiát, pénzt kidobtam, és a végén, amikor már úgy minden fucsba dőlt, és semmi nem sikerült, akkor lemondtam róla, és akkor utána jött az Úr, és tálcán odahozta elém, és azt mondta, hogy mekkora hülye voltam, hogy ezt mostanig erőltettem, hogy miért nem vártam meg. És ezt sokszor eljátszottam, hiszem, hogy már többé nem fogom ezt megtenni. Előfordult már párszor, de tanulunk. Amen. Halleluja. Halleluja. Szóval ami egy kicsit talán új dolog volt ma, amit megnéztünk, az a Máté 25-ből, hogyha valakinek, egynek a legkisebb testvérek közül segítünk, szolgálunk, betöltjük valamelyik szükségét, akkor Jézusnak tesszük, és ez is szolgálat. Amen. Álljunk föl. Drága mennyei Atyám, hálás szívvel köszönjük a Te ígédet, köszönjük, hogy Te elégítesz meg bennünket. Atyám, ahogy most szóltál hozzánk, hogy lehetnek rajtunk olyan terhek, amik nem a Te terheid, nem a Te igád. Drága mennyei Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében arra kérlek mindannyiunk esetében, akik az interneten keresztül hallgatnak, nyisd meg a szellemünk szemeit, hadd lássuk meg azokat, hogy mik azok a dolgok, amik nem a Te terheid, mik azok a feladatok, amiket mi vettünk magunktól a nyakunkba, és Te nem is akartad, hogy ezeket cipeljük, és köszönjük, Uram, hogy Te megszabadítasz bennünket. Azt mondtad, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugasztlak benneteket, és vegyétek fel magatokra az én igámat. Drága Uram, kérünk Téged továbbra is, hogy mutasd meg, hogy mi a Te igád a számunkra, hogy mi a Te terved, mi a Te elhívásod, mi a mi szolgálatunk, Uram, hol szeretnél látni, hogy szolgáljunk, mit szeretnél, hogy megtegyünk. Kérlek, mutasd meg ezt nekünk, és mi eltökéltük a szívünkbe, hogy hajlandók és engedelmesek leszünk megtenni azt, ami a Te elhívásod, amire Te kérsz meg bennünket, és köszönjük, Atyám, hogy a Te ígéd igaz, hogyha hajlandók és engedelmesek lesztek, a föld javaival éltek. Köszönöm, Atyám, hogy a föld javaival élhetünk, mert hajlandók és engedelmesek vagyunk, mert megnyitottuk a szívünket neked. Igenis, hajlandóak vagyunk önszántunkból, jó szándékból téged szolgálni, Uram. Tiéd legyen minden dicsőség a Jézus nevében. Amen. Halleluja. Halleluja. Egy ige még eszembe jutott, amit szeretnék felolvasni utoljára. Ha akartok, leülhettek, utána dicsérni fogjuk az Urat, és evangelizálunk. Hányan tudjátok, hogy van egy ilyen békés dalos bibliafordítás is, és itt az Efézus 6. fejezetéből az 5. verstől így szól. Nagyon érdekesnek találtam, és ezt így külön kiírtam, hogy szolgák, engedelmeskedjetek, félő tisztelettel és egyszerű szívvel földi uraitoknak, akárcsak Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát. Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak teszitek, nem embereknek. Hiszen tudjátok, hogy bármi jót tesz valaki, megkapja jutalmát az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Halleluja. Nagyon tetszik ez nekem, hogy ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát. Hányan teljesítjük szívesen Isten akaratát? Ha már tudjuk. Sokszor az a helyzet, hogy nem tudjuk. De amikor már tudod, hogy mi Isten akarata, akkor azt jó, ha szívesen teszed meg. Én nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, amikor megmutatja, hogy konkrétan bizonyos helyzetekben mi az ő akarata. És ideig sose bántam meg, amikor szívesen megtettem azt, amit ő mutatott nekem. Amen. És hiszem, hogy te se fogod megbánni, hanem sőt, inkább áldott leszel. Amen. Halleluja.